Üdvözlöm a Líceum televízió nézőit, Önök a Heti Eset című magazin műsorunkat látják. Itt ül már a stúdióban vendégem, Matis Csákné, dr. Lizák Marianna, az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézetének adjunktusa, akivel arról a díjról fogunk beszélgetni, melyel tudományos kiválóságát jutalmazták. Köszöntöm a stúdióban tanárnőt, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi is ez a díj pontosan? Köszöntöm én is a tévénézőket. Ez a díj azt jutalmazta, amit az ember eddig a publikációs tevékenység alatt letett az asztalra. Én azt gondolom, hogy a főiskolának a vezetésének a bizalmát kaptam én meg ezzel a díjjal, hiszen talán a legnagyobb eredményem, amelyet a szakirodalomban meg lehet nézni, ez a 2012-ben a Komplex kiadónál megjelent embererőforrás gazdálkodás könyv, amelyet én azért tartok nagyon fontosnak, és tényleg örülök, hogy ezt elismerte a főiskola vezetése is, hiszen 9 szerző munkáját koordináltam, mint szerkesztő, és ebben a könyvben én magam is 3 fejezetet írtam. Mikről szóltak ezek a fejezetek, milyen témakörben íródtak? Én 1989-ben végeztem a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, közgazdászként közlekedés szállítás szakon, illetve szociológia másodszakon, és ezek a könyvek, mint könyvfejezetek is, elsősorban az embererőforrás gazdálkodáshoz, esélyegyenlőségi témakörökhöz kapcsolódnak, hiszen az én fő témám a személyzetbeszerzés, illetve esélyegyenlőség a munkaerőpiacon. Azt láttam is a Magyar Tudományos Művektárában a tavalyi publikációs listáját, hogy ott nagyon nagy számban az esélyegyenlőséggel foglalkozik. Milyen eredményekről tud beszámolni? Igen, én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség nem csak 2004 óta értékelődött fel, mióta az Európai Unióhoz csatlakoztunk, hanem ahogy lehet látni, a pályázatokban is már horizontális elvárásként jelenik meg, és ez nem csak a nők és férfiak esélyegyenlőségét jelenti, hanem az úgynevezett hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségét. Én már a diplomámat is 89-ben Mit ér a mérnök, ha nő címmel írtam, tehát mondhatnánk azt, hogy már akkor nő témával a nemek közötti esélyegyenlőséggel foglalkoztam, amelynek alapvetően az volt a hozadéka, hogy egy nőnek sokkal többet kell teljesíteni a műszaki pályán, mint egy férfi kollégának annak érdekében, hogy elismerjék, és én azt látom, hogy ez azért egy kicsit már lanyhul, ez a magasabb elvárás a nőkkel szemben. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a nők és férfiak esélyegyenlősége, akkor lassan már ott tartunk, hogy a nőknek sokkal nagyobbak a lehetőségei, hiszen a pozitív diszkrimináció révén, akár a munkaerőpiacon, ezen belül akár a foglalkoztatásban, egyéb más területen is, nagyobb a rájuk való figyelem, mint a férfiak esetében. Milyen sztereotípiák érvényesek egyébként a női munkavállalókra, miért választják mondjuk a vezetőbeosztásukban inkább a férfiakat? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen ugye már a WIMCOK jelentés 2010-ben kimondta azt, hogy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget a munkaerőpiacon javítani kell. Itt több területet is megfogalmazott a szakirodalom. Azt mondta, hogy például a kereseti különbségekre kell odafigyelni, ugyanakkor ezt látjuk, hogy tartósan fennáll, és ez nem csak az új korszaknak a terméke, hiszen hogy egy nő ugyanabban a munkakörben átlagosan 18-19%-kal keres kevesebbet, mint egy férfi kollega. De hogyha visszamegyünk 1957-re az egyenlő munkáért egyenlő bér elvére, akkor látható, hogy azóta sem sikerült kisimítani a nemek közötti keresett különbséget, az úgynevezett bérrést. De hogyha belegondolunk, akkor a munkaadó szemszögét is mindenképpen figyelni kellene, hiszen a munkaadónak tényleg egy olyan munkavállalóra van szüksége, aki rugalmas térben, időben, és tegyük hozzá, hogyha a nő egy családban él, kisgyerekeket nevel, vagy akár több kisgyermeket nevel, akkor azért nem annyira rugalmas, mint egy férfi kollega. Tehát úgynevezett objektív indikátorokkal is megmagyarázható az, hogy a nők esélyegyenlőségére tényleg nagyobb figyelmet kell fordítani, mint a férfiak munkavállalása esetében. És mi lehet a megoldás, hogyan lehet ezt az esélyegyenlőséget kiegyenlíteni? Mit javasolná erre? Hát a kiegyenlítődés ugye az azt jelenteni, hogy meg kellene nézni, hogy a nők munkaerőpiaci pozícióját milyen tényezők befolyásolják, és itt, hogyha a tényező csoportokat megnézzük, akár a társadalmi sztereotípiákat, akkor ugye azt látjuk, hogy élnek ezek a sztereotípiák, ugye a nőkről általában azt tartjuk, és társadalmi szinten is ezt lehet hallani,
hogy ők sokkal emocionálisabbak, sokkal inkább érzelmi döntéseket hoznak, kevésbé vezetőképesek, inkább segítőkészek, gondoskodó magatartásúak, szemben egy férfi kollégával, aki logikus, racionális, és hogyha megnézzük például itt a vezetési hierarchiában elfoglalt helyet, akkor törvényszerű, hogy nagyon sok esetben a férfi dominancia pontosan abból adódik, hogy ezeket a racionális, logikus, szabályos döntéshozatali elvárásokat fogalmazzák meg egy vezetővel szemben. Természetesen azért azt is lehet látni, hogy nagyon sok nő, aki vezető pozícióba kerül, bár tegyük hozzá, hogy a felső vezetésben az arányuk alig éri el a 30%-ot, miközben mondjuk a felsőfokú iskolai végzettséget tekintve több mint 52-53% hölgyet találunk, tehát valahol elvesznek a hölgyek a vezetői pozícióba vezető úton. Tehát végül is, hogyha visszatérünk az eredeti gondolatmenetre, akkor valóban azt lehet látni, hogy nagyon sok nő azért, hogy sikeres legyen a vezetői pozíció elérésében, nagyon gyakran felvesz férfias tulajdonságokat. Holott ugye mindenki azt mondja, hogy egy sikeres nő nem férfi, tehát azokkal a női tulajdonságokkal is lehet valaki sikeres, nem kell, hogy automatikusan férfias vezetési stílust vegyen fel. De hogyha megnézzünk egyéb más tényezőcsoportot, mint például mondjuk a szervezeti adottságok, akkor törvényszerű, hogy egy munkaadó, hogyha valóban a rugalmasságot várja el, akkor neki ugye biztosítani kellene azt, hogy mondjuk a hölgy, akár vezetőbeosztásban, akár alkalmazottként, hozzájusson ahhoz az úgynevezett gyermekellátó intézményhez, ami biztosítja számára azt a rugalmasságot, hogy akár korábban, vagy akár tovább tudjon maradni a munkavilágában. Tehát Magyarországon a gyermekellátó intézmények nyitvatartása ugye kötött, tehát innentől fogva, hogyha menni kell a gyerekért, akkor ugye a hölgy nem tudja vállalni a túlórát. Erre persze kitaláltak különböző technikákat, különböző eszközöket, hogy erre szoktuk azt mondani, hogy a munkavilágának és a magánélet egyensúlyának a megteremtése, és természetesen, hogyha egyedi eseteket nézünk, akkor ezek nagyon szépen össze tudnak simulni, hiszen hogyha egy nő mögött van egy családi háttér, akár szülők, akár rokonok, vagy már a gyerekek nagyobbak, akkor kvázi ő is ugyanan értékes és rugalmas munkavállaló tud lenni, mint az a férfi kollega, aki mögött általában nő van ott, mint háttér. A főiskolánkat ebből a szempontból egyébként hogyan értékeli, abból is kifolyólag, hogy nemrég Családbarát címet is elnyert főiskolánk? Én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség felértékelődésével és azzal a jogszabályi kötelezettséggel, hogy ugye esélyegyenlőségi tervet kell készítenie a zömében állami tulajdonú, illetve 50 főt meghaladó állami tulajdonú szervezeteknek, ugye az intézmény is eleget tett ennek a kötelezettségének, de hogyha csak a saját példámat nézem, hogy a főiskola hogyan viszonyul hozzám, mint női munkavállalóhoz, akkor egyértelműen azt lehet mondani, hogy pozitívan. Hiszen tudják jól, hogy 3 gyermekem van, bár már nem kicsik, mert 14, 16 és 21 évesek, tudják, hogy Miskolcról járok dolgozni, tehát nagyon meg tudjuk azt beszélni, hogy mikorra rakják az óráimat, hogy nem minden nap kelljen jönnöm, hanem tömörítve összerakják 2-3 napra az óráimat, vagy levelező képzéseket nem zömében szombatra, hanem péntek-szombatra szétosztva rakják be a kollégák. Tehát én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség az nem minden esetben azt jelenti, hogy konkrét eszközökkel kell valamit tenni annak érdekében, hogy valakinek a helyzete javuljon, hanem én azt gondolom, hogy inkább csak egy ilyen emberközpontúság, egy munkavállalóra való orientáltságot kellene, hogy jelentsen. Tehát, hogyha figyelmesek vagyunk a munkavállalóinkkal, akkor ők úgy érzik, hogy odafigyelnek rá, figyelembe veszik a szükségleteiket, igényeiket, és már is idézőjelben jobban érzik magukat a munkavilágában. És ez ugye nem azt jelenti, hogy akkor a cég szociális intézményként működik, hanem ez egy kőkemény gazdasági érdek is, hiszen tudjuk minden kutatásból, hogyha egy dolgozó jól érzi magát, akkor lojális, ha lojális, akkor meg hajlandó többet teljesíteni. Most végeztem egy gyors fejszámolást, és ugye ezt a díjat 5-en vették át, ebből 3 nő és 2 férfi. Mit gondol erről az eredményről? Örülök neki. Tehát örülök neki azért, mert én azt gondolom, hogy a nők is képesek sikereket elérni. Ugyanakkor azt lehet látni, hogyha még egy tényező csoportot behozunk a beszélgetésbe, ezek az úgynevezett személyes vagy egyéni tényezők, akkor ezek én azt gondolom, hogy sokkal fontosabbak, és sokkal inkább egyéntől függőek, mint az előbb már említett társadalmi és szervezeti környezet. Hiszen hogyha belegondolunk, hogyha
a nőnek megvan a reális önismerete, van önérdekérvényesítő képessége, vannak céljai, sikerorientált, akkor össze tudja egyeztetni azt, amit ő el szeretne érni. Ugyanakkor azok a nők, akik csak sodródnak, akiket visszazár, ugye rajtuk hiába akarunk segíteni, ugye erre szokták azt mondani, hogy fölösleges oda tolni valaki alá a széket, hogyha nem akar ráülni. Tehát csak azon lehet segíteni, aki ő maga is valamilyen cél tűzött ki maga elé. Tehát én azt gondolom, hogy amikor mi nők valamilyen sikereket érünk el, akkor azt gondoljuk, hogy ez a társadalom, illetve a szűkebb, tágabb környezetünk elismerését is jelenti. És nem elsősorban a nőiességünknek köszönhetően, hanem valóban az eredményeinknek köszönhetően. Jelenleg dolgozik-e valamilyen kutatáson, tanárnő? Igen, a PhD-met írom, ami kimondottan arról szól, hogy a vezető nők munkaerőpiaci pozícióját meghatározó belső egyéni tényezők, és itt egy 2004-es és 2014-es kutatási mintát hasonlítok össze, és azt látom, hogy 2004-hez képest 2014-ben a nők megerősödtek, nagyobb az önbizalmuk, magasabb az önismereti szintjük, és sokkal céltudatosabbak, mint a 2004-es felmérésben. A tanárnő háta mögött már jó néhány publikáció van. Ha lehet ilyet kérdezni, melyikre a legbüszkébb, melyiket szereti a legjobban, melyik állt hozzá a legközelebb? Én azt gondolom, hogy ez a Komplex kiadónál megjelent könyv, mert én azt gondolom, hogy ez egy 2 éves, nagyon szoros, nagyon erős szakmai munkának az eredménye, és amely nem csak az én szerkesztésemet, hanem a többi kollégának a sikerét is fémjelzi, hiszen gödöllői, szegedi, miskolci, 3 egri kollega is részt vett ebben. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen, ha nem is határon átívelő, de egyetemeken, főiskolákon átívelő szakmai munkára került sor, és az, hogy mi szerkeszthettük itt, tehát Eger adta a fő bázisát ennek a könyvnek, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen értékessé teszi a könyvünket. Hogyha nem tanít, vagy itt nem gyereket nevel, vagy hogyha nem az egyéb kutatásainak tesz eleget, akkor mivel tölti a szabad idejét szívesen? Hát, hogyha szakmai hobbiról kéne beszélni, akkor 2004 óta van egy Miskolci Nőknek és Esélyt alapítványunk, amelyben irodavezetőként tevékenykedem, amelynek elsődlegesen az a célja, hogy hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkaerőpiaci esélyeivel foglalkozzon, tehát alapvetően álláskeresésben, jogi tanácsadásban segítünk a hozzánk fordulóknak, és például itt is azt lehet tapasztalni, és azért gondolom, hogy ez az oktatáshoz nagyon szorosan kötődik, hogy itt tényleg azt lehet tapasztalni, hogy a fiatal pályakezdők, illetve az 50 év feletti munkavállalókon kell igazán segíteni és valamit formálni. Ezt a formálást azt értem alatta, hogy a pályakezdőknek van egy nem minden esetben reális elvárása a munkaerőpiaccal szemben, bár egyre gyakrabban tapasztalják, hogy szakmai gyakorlatot, szakmai tapasztalatot kell ahhoz szerezni, hogy be lehessen lépni a munkaerőpiacra, tehát őket kell egy kicsit megerősíteni abban, hogy reálisabb elvárásokat fogalmazzanak meg, illetve próbálják meg a karriertervezésüket tényleg tudatosan végezni. És az 50 év felettieknél és elsősorban hölgyeknél azt látjuk, hogy ugye ők abban a korban kezdtek el a munkaerőpiacon tevékenykedni, amikor azt lehetett még mondani, hogy biztos munkahelyek voltak. Ugye ma Magyarországon nincs, vagy nem sok biztos munkahely van, és akik kikerülnek így 50 év felett a munkaerőpiacra, ők teljesen nulláról kezdik az egész álláskeresést, hiszen azt se tudják, hogy egy önéletrajzot hogyan kell írni, hogyan kell felkészülni egy állásinterjúra, tehát szinte onnan kezdik, mint egy pályorientáción résztvevő általános iskolás. És azért nagyon nehéz úgy segítséget kérni, hogy 20-22 évig dolgozott valahol, kikerül a munkavilágából, ugye fel kell, hogy dolgozza azt, hogy elvesztette a biztos munkahelyét, még van 10-15 éve a nyugdíjig, valami értelmes munkát szeretne végezni, netalán megélhetési problémái is vannak. Tehát én azt gondolom, hogy akár a nőket, akár a munkavállalókat nézzük, nem egy homogén csoportról beszélünk. Tehát úgynevezett szegmentálási szempontokat kell figyelembe venni, és én azt látom, hogy a pályakezdők és az 50 év felettiek vannak a idézőjelben legkiszolgáltatottabb helyzetben a munkavilágában. Hogyha nem szakmai érdeklődési területről kérdez,
akkor elsősorban a természetjárást, illetve sportokon belül, bár alkotom nem biztos, hogy alátámasztja a síelést tekintem, tehát családi, illetve baráti programokként ezt a természetjárást és síelést szeretném megemlíteni, illetve a főzést és a barátokkal való beszélgetést, amit fontosnak tartok hangsúlyozni. A jövőre nézve milyen tervei, céljai vannak még? Szakmailag mindenképpen szeretném a PhD-m végére tenni a pontot, hiszen én azt gondolom, hogy ez a díj is alátámasztja azt a bizalmat, amit kaptam irányomban, és szeretnék mindenképpen az esélyegyenlőségi témakörrel foglalkozni, ezen belül is elsősorban a nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségével. Kívánom, hogy ezek a tervek megvalósuljanak, és gratulálok ehhez a nagyon szép díjhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a meghívást. Nézőinktől pedig búcsúzom, találkozunk legközelebb is a viszontlátásra.